sportnap! Az iskolában ma sportnap van. Peppa és barátai mind itt vannak. Az első versenyszám a futás. A gyerekek versenyt futnak. Szerintem én nyerek. Nagyon gyorsan tudok futni. Én gyorsabb vagyok nálad. Vigyázz! Kész! Rajt! Én 100 kilométeres sebességgel tudok futni. Én 1 millió kilométeressel. Peppa, Suzi, ne beszélhetek, fussatok! Ó! Oh! A versenyben Rebeka nyuszi vezet. Ajaj, Peppa és Suzi le vannak maradva. A győztes Rebeka nyuszi. Peppa és Suzi az utolsók. A futóverseny győztese Rebeka nyuszi. Hurrá! Hurrá! Köszönöm! Én győztem volna, ha nem tartasz fel, Suzi. Ugyan, Peppa. Ne feledd, nem a győzelem a fontos, hanem a részvétel. Értem, papa. A következő versenyszám a távolugrás. Zsoli és Richard versenyeznek, hogy ki tud messzebbre ugrani. Zsoli, rohanj, ahogy bírsz, aztán ugorj, amekkorát csak tudsz. Zsoli, vigyázz, kész, rajt! Zsoli akkorát ugrott, amekkorát csak bírt. Most pedig Richard nyuszi következik. Ha Richard nem fut neki, akkor nem ugrik messzire. Richard nyuszi, vigyázz, kész, rajt! Richard nyuszi messzebbre ugrott, mint Zsoli. És a győztes Richard nyuszi! Hurrá! Zsoli, ne feledd, nem a győzelem a fontos, hanem a részvétel. A következő versenyszám a váltó. Minden gyerek az egyik szülőjével fusson. Peppa, engem válasz, engem! De papa, te nem tudsz gyorsan futni. Kismalac koromban gyorsan futottam. De ma már nagy a pocakom. De ma is elérem a lábujjam. Majdnem. Rendben, papa, de aztán nagyon gyorsan kell futnod. Az első kört a mamák és a papák futják, aztán átadják a stafétát a gyerekeknek. Mamák és papák, vigyázz, kész, rajt! Futamalac vezet. Gyerünk, papa! Köszönöm, papa! Most rajtam a sor, hogy megnyerjem a... Peppa, ne beszélj, hanem fúss! Ó! És a győztes Emily elefánt! Ó, papa! Én nem nyertem meg semmit! Ne aggódj, Peppa! Egy verseny még hátra van! Most pedig következzék az utolsó versenyszám! A kötélhúzás! A fiúk a lányok ellen! Ha azt mondom, hogy húzd, teljes erőtökből húzzátok a kötelet! A lányok fognak győzni! Nem ők, hanem a fiúk győznek! Vigyázz! Kész! Húzd! Gyerünk, fiúk! Rajta, húzzunk! Hajrá, lányok! Húzd! Tehát húzom! Mindenki olyan erősen húzza, hogy a kötél elszakad. Oh. A kötélhúzás eredménye döntetlen, tehát mindkét csapat győzött. Hurrá! Szeretem a sportnapot, különösen, amikor díjat is nyerek. Jótékonysági vásár. Ma esik az eső, és az iskola teteje beázik. Gyerekek, jótékonysági vásárt rendezünk, és a bevételéből új tetőt csináltatunk az iskolának. Hurrá! Mindenkinek hoznia kell valamit a vásárra. Mit hozzunk? Hozhattok régi játékot, vagy bármit, amit már nem használtok. Miau.
A szülők megjöttek a gyerekekért. Indulás haza! Ne felejtjetek holnapra régi játékokat hozni a vásárra. Peppa játékot választ a vásárra. Peppa, választottál már? Elég egyet kiválasztani. Igen, és azzal segíthetsz új tetőt csináltatni. Jó, akkor szerintem legyen ő, Dino bácsi. Dino bácsi Zsoli kedvenc játéka. Peppa, Dino bácsit nem adhatod oda. Nem. Nem. Hát jó. Bocs, Zsoli. Dino! Miért nem adod oda a régi Krampuszodat? Jó. Most eljössz, papa. Mi? Mindenkinek be kell adni valamit. Én ezt a kalapot, Zsoli pedig ezt a labdát. Akkor papa mit adjon? Megvan! A tévét! A tévét ne! Nem, azt használjuk. Megvan! A büdös papucsát! Nem jó, túl büdös. Megvan! Papa régi székét! De hát ez antik darab! Az mit jelent, hogy antik? Az, hogy valami régi, ezért értékes. De lomtalanításkor találtad. Nem ér semmit. Ha megjavítom, sokat fog érni. 1000 éve ezt mondott, papa. Megvan. Legyen ez a zokni, amit nagypapitól kaptam. Helyes. Azért jöttem, hogy elvigyem, amit felajánlotok a vásárra. Parancsoljon. Köszönöm. Szeretné ezt a régi széket is? Ó, ön igazán nagy lelkű. Viszlát! 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 Mama, odaadtad papa székét. Ssss, egy szót se, észre se veszi. Ma van a jótékonysági vásár. Szia! Csókolom, Nyúl néni. Peppa, hogy tetszik ez a szék? Elég ócska, de talán megfelel tüzelőnek. Az antik darab. Igazán? Papa szerint nagyon sok pénzt ér. Igazán? Akkor drágábban adom. Viszlát! Sziasztok! Szia, szia, Peppa! Te mit hoztál, Suzi? Én az ápolónő jelmezemet. Én a papagájos léggömböm. Én a játékmalmomat hoztam. Hiányozni fog a Krampuszom. Megvehetném ezt a Krampuszt? Én meg ezt az ápolónő jelmet szeretném. Én a papagájos léggömböt. Mama, mama! Nézd, miket vettünk! A régi játékaitokat. Mert hiányoztak. Nézzétek, mit vettem! Ez egy igazi antik szék! Ó, papa malac, az nem antik szék. De az, Nyúl néni mondta, és illik a régihez. Igen, papa. Azért van, mert... Peppa! Mert ez a te régi széked. Mi? De hát Nyúl néni egy csomó pénzt kért el érte. Fantasztikus hírem van. Elegendő pénzt gyűjtöttünk össze az iskola új tetejére. Hurrá! Köszönöm, papa malac. Szíves örömest. Ködös nap. Peppa és Zsoli a játszótérre indulnak. Talán menjünk kocsival? Ne, sétáljunk. Nézd, alig egy ugrás. Közel van a játszótér. Rendben, sétáljunk. Indulás. Játszani megyünk, játszani megyünk. Ó, hová tűnt az ég? Ne félj, Peppa, ez csak köd. Mi ez a köd? Felhő, ami nem az égben van, hanem a talaj fölött. Nagyon sűrű. Nem látok semmit. Talán jobb lenne hazamenni. Igen, ma
majd máskor megyünk ki a játszótérre. Túl sűrű a köd, úgyhogy haza kell menniük. Na igen, de merre van a haza? Eltévedtünk, papa. Ne félj, pontosan tudom, hol vagyunk. Erre. Ki tette ide ezt a fát? Papa neki ment egy fának. Nem esett bajot, papa? Nem hát, jól vagyok. Erre. Papa malac, tudod te, hogy merre mész? Hát persze, hogy tudom. Szerintem soha nem fogunk hazatalálni. Dehogy nem, Peppa. Már a kertünkben járunk. Ó, a kacsák! Hello, kacsa néni. Nem találjátok a tavat? Mi is eltévedtünk. Nem tévedtünk el. Tudom, hogy hol vagyunk. Viszlát, kacsák! Találjátok meg a tavat! Papa megtalálta a kacsák tavát. Ez szerencse! Igen, micsoda szerencse! Papa, kacsa néni köszönetet mond. Szívesen, kacsa néni! És most keressük meg a házunkat. Biztos, hogy erre van. Halló! Hallottatok valamit? Igen, valaki azt mondta, hogy... Halló! Nyuszi mama az Rebekával és Richarddal. Szia, Peppa! Eltévedtünk. Szia, Rebeka! Hát mi is? A játszótérre indultunk. Mi is? Ám sajnos túl sűrű a köd. Gyertek, menjünk haza, amíg a köd el nem oszlik. Papa, tudod, hogy hova mész? Igen, természetesen. Erre. Igen, papa malac. Aha, megtaláltam a dombunkat. Mindjárt hazaérünk. Hurrá! A házunknak pedig itt kellene lennie. Ó. Papa malac egy létrát talált. Ez különös. A mi kertünkben nincs létra. A terem buráját. Látod, hogy hol vagyunk, papa malac? Igen, látom. Papa, hol vagyunk? Nézd meg te is. Rendben. Hű. Hű. Újra látok mindent. A köd kezd eloszlani. A játszótéren vagyunk. Hurrá! Wii! A játszótéren vagyunk. A játszótéren vagyunk. Wii! Hinta. Palinta. Papa, mama. A játszótéren vagyunk. Micsoda szerencse. Én azt hittem, hogy hazaindultunk. Én is. Talán tényleg eltévedtünk egy kicsit. Kutya nagyapó műhelye. Ez kutya nagyapó szerelő műhelye. Megjöttek Peppáék az autójukkal. Szia, Dani! Szia, Peppa! Miben segíthetünk? Van itt benzin, pumpa a gumikhoz, és egy vadonatúj automata kocsimosó. Két jégkrémet kérünk. Ó, már is? Kutya nagyapó műhelyében sok minden kapható, még jégkrém is. Köszönöm! Viszlát! Viszlát! Szeretem a kocsinkat. És a kocsink is minket, ugye? Ójaj, a kocsi leállt. Baj van, nem indul. Megvan. Felhívom kutya nagyapót. Itt kutya nagyapó. Segítsen, elromlott az autónk. Dani, autót kell mentenünk. Jippi! Jön a segítség! Jön a segítség! Nézzétek, megjött Dani és kutya nagyapó. Hurrá! Kutya nagyapó ért az autókhoz. Kó?
Komoly a baj? Nem, csak a benzin fogyott ki. Mit csináljunk? A műhelyemben van benzin. Elvontatlak titeket. Kutya nagyapó elvontatja Peppáékat a műhelyéhez. Feltölti az autót benzinnel. Köszönjük, kutya nagyapó! Megjöttek Suziék. Ők is autóval. Szia, Peppa! Szia, Suzi! Kifogyott a benzinünk, de kutya nagyapó segített. Hű, milyen izgalmas! Sziasztok! Sziasztok! Jaj, nem! Defektet kapott az egyik kerék. Kutya nagyapó tud rajtuk segíteni? Szerintem igen. Itt kutya nagyapó. Értem. Csak semmi pánik, bárány mama. Már is megyek. Jön a segítség! Én is jöhetek. Pattanj be, Peppa. Jön a segítség! Jön a segítség! Szia, Suzi! Eljöttünk segíteni. Hurrá! Kutya nagyapó felpumpálja a gumit. Köszönöm, kutya nagyapó! Megjött nagypapi és nagymami. Szép jó napot! Jó napot, nagypapi! Benzint szeretnél, vagy levegőt? Egyiket sem. Szeretnénk kipróbálni az új autómosót. Nagyszerű. Komputer irányítja. Hello, én vagyok a jövő autómosója. Ó! Oh! Először a szappanos hír, aztán az öblítés, végül a törlés. Sajnálom, üzemzavar. Ó, jaj, a komputer elromlott, nagypapi pedig bent rekedt. Tégy valamit, kutya nagyapó! A számítógép javításhoz nem értek. Az én apukám megjavította a komputerünket. Nem igazán megjavítottam, én csak... Helyes, akkor papa malac majd elintézi. Talán, ha egyszerűen kikapcsolom, és aztán újra be... Papa malac megjavította az autómosót. Kutya nagyapó jól tud kocsit javítani, de a mosót papa javította meg. Hajókázás. A kacsák a tavukban úszkálnak, jól érzik magukat. Itt jön Peppa, Zsoli, mama és papa. Sziasztok, kacsák! A kacsák éhesek. Sajnálom, kacsanéni, de ma nincs nálunk kenyér. Ám hozzunk valami sokkal klasszabbat. Peppa elhozta a játékhajóját. Zsoli is a sajátját. Húzzuk fel a hajót, Zsoli. Zsoli hajója felhúzható. Gyorsan, Zsoli! Tedd a tóba, mielőtt lejár a rugó. Zsolinak tetszik a hajója. Mama, az enyémet is felhúznád? A tiédet nem kell, Peppa. Peppa hajója vitorlás, a szél hajtja. Nem tetszik a hajóm. Nem is csinál semmit. Mert ma nem fúj a szél. Akkor segítünk neki. Teleszívom a tüdőm, és én fújom a hajódat. Hurrá! Jó gyorsan ment. Peppának tetszik a vitorlása. Itt jön Peppa barátja, Suzi. Sziasztok! Szia, Suzi! A hajóinkkal játszunk. Nekem motorcsónakom van. Felhúzható? Nem, elemmel megy. Suzi motorcsónakját elem hajtja. Remek kis motorcsónak. Bocsánat, kacsa néni.
Itt jön Danny kutya kutya nagyapóval. Sziasztok! Szép Sziasztok! Napot! A nagyapám készítette ezt a kis gőzöst. A mindenit lenyűgöző. Hogy működik? Gőzhajtja. Ezzel a kallantyúval itt, ezzel kell bekapcsolni. Szenzációs kis gőzös. Jön Rebek anyuszi a mamájával. Sziasztok! Szia, Rebeka! A hajóinkkal játszunk. Bár nekem is lenne. Rebek anyuszinak nincs hajója. Van egy ötletem. Szerencsére elhoztam az újságomat. Egy lap elég is lesz. Melyiknél különözhető? A hírek, a sport, a divat. Ne a divat oldalt. Jó, legyen az üzleti hírek. Amikor kismalac voltam, összehajtogattam az újságot. Látod, így. Vajon mit csinál papa? Hogy papírhajót készítsek. Papa malac papírhajót készített. Köszönöm, Malac bácsi. Zsoli is papírhajót akar. A sportoldalt talán még feláldozhatom. Én is kaphatok egyet? Én is! Én is! Hát persze. Papa malac mindenkinek készít papírhajót. Versenyezzünk! Jó ötlet! Fújjuk át a papírhajókat a tavon. Mindenki vegyen egy nagy levegőt. Vigyázz! Kész! Fújd! Megvan a győztes! Kié is volt a sportoldal? A Zsoli hajója! Zsoli a győztes! Hurrá! Szeretem a hajókat! A legjobban a papírhajókat! Ideje hazatérni! Mindenki remekül szórakozott! Sziasztok! Sziasztok, kacsák! Hamarosan újra jövünk! A kacsáknak tetszettek a hajók, de örülnek, hogy a tó újra csak az övék. Lefekvés. Mindjárt itt a lefekvés ideje. Peppa és Zsoli most fejezik be a vacsorát. Papa malac! Ne haragudjatok, fáradt vagyok. Nehéz napom volt. Zsoli és én nem vagyunk álmosak. Játszhatunk a kertben. De mindjárt le kell feküdnötök. Játszhatnánk kint csak egy kicsit. Léci mama, léci papa. Rendben. De ha itt a fürdés, be kell jönnötök. Honnan van bennük ez a rengeteg energia? Peppa és Zsoli még játszanak egy kicsit lefekvés előtt. Nézd, Zsoli! Mennyi saras tócsa? Peppa és Zsoli cipőben vannak. Ugrálni fognak a saras tócsákban. Peppa imád saras tócsákban ugrálni. Zsoli is imád saras tócsákban ugrálni. Nézd, ez a világ legnagyobb tócsája. Milyen hatalmas tócsa. Peppa, Zsoli, fürdés! Papa, mama, megtaláltuk a világ legnagyobb tócsáját. Azt látom. Gyorsan, a kádba. Ó, nem játszhatnánk még egy kicsit. Nem, ideje fürödni. Te és Zsoli, álmosak vagytok? Nem, papa. Mi egy picit se vagyunk álmosak. Az lehet, hogy ők nem álmosak, én viszont igen. Én is. Lefekvés előtt Peppa és Zsoli megfürdenek. Peppa szeret pancsolni. Zsoli is szeret pancsolni. Mindketten szeretnek pancsolni. Elég a pancsolásból. Törölközés és jöhet a pizsama. Ó, nem maradhatunk még egy kicsit a kádban. A fürdésnek vége. Ideje fogat mosni. Lefekvés előtt Peppa és Zsoli fogat mosnak.
Rendben, elég lesz. Irány az ágy. Ó, ráfér a fogunkra még egy kis tisztogatás. Ha lefeküdtetek, papa olvas majd nektek mesét. Hurrá! Peppa és Zsoli szeretik a mesét. Lefekvéskor Peppa mindig a játékmackóját öleli magához. Lefekvéskor Zsoli mindig Dínó bácsit öleli magához. Most már végre álmosak vagytok? Nem, papa. Nagyon sok mesét szeretnénk. Papa egy mesét olvas. Melyik könyvet szeretnétek? A vörös majmosat. Rendben. Akkor a vörös majmosból olvasok. Peppa és Zsoli kedvence a vörös majmos könyv. Egyszer volt, hol nem volt. Elnézést, papa. Volt egyszer egy vörös majom. Ez a vörös majom megfürdött. Fogat mosott, majd lefeküdt, és hamarosan el is aludt. Jó hét, vörös majom! Peppa és Zsoli alszanak. Jó hét, Peppa és Zsoli! Szép álmokat! Peppa és Zsoli alszanak, mama és papa pedig megy tévét nézni. Most pedig következik Burgonyanyomozó. Már alig vártam ezt a filmet. Burgonyanyomozó mindig mindenre készen áll. Gyorsan fut, magasra ugrik, sosem alszik. Peppa és Zsoli már alszanak, és úgy tűnik, hogy papa és mama is. Forgalmi dugó. Nagymami és nagypapi ebédre várja Peppáékat. Ástam még neked ki burgonyát! Ó, nagypapi, de hát van már elég burgonyánk. Burgonyából soha nem lehet elég. Jó, de gyorsan tedd a sütőbe, hamarosan megjönnek. Ho-ho, rengeteg időnk van, még csak 11 óra. Peppa és családja már elindult. Előbb indultunk volna, megint elkésünk. Ó, ne aggódj, mama! Rengeteg időnk van még. Amikor a nagy jéghoz megyünk, mindig el szoktunk késni. Ezúttal nem. Találtam egy új utat, ahol ki lehet kerülni a forgalmat. Ó, erre nem számítottam. Peppa és a család dugóban rekedtek. Nézzétek! Ott van Deni kutya és kutya nagyapó. Deni kutya és kutya nagyapó is dugóban rekedt. Szia, Peppa! Szia, Peppa! Ma a nagymamáikhoz megyünk ebédre, de el fogunk késni. Már egy óra késnek, szokás szerint. Hogy áll a burgonya? Úgy nézem, rá fér még egy kis sülés. Itt a nagymami. Szia, nagyi! Forgalmi dugóba rekedtünk. Ne aggódj! Mi is csúszunk. Nagypapi késésben van a burgonyával. Várunk titeket. Ó, szegények, dugóba rekedtek. Ezek szerint nem késő oda tenni még egy kis burgonyát. Nagypapi! Olyan lassan haladunk. Sose fogunk odaérni a nagyjéghoz. Peppának igaza van, másfelé kell mennünk. De hát nincs másik főút. Én tudok rövidebb utat. Viszlát mindenki! Rövidebb úton megyünk! Szia, Peppa! Sok szerencsét! Mama rövidebb úton megy, hogy kikerülje a dugót. Ám ez meglehetősen rázós. Ez írtóklassz! Biztos jó ez az út? Bíz bennem! Sziasztok, kacsák! Rövidebb úton megyünk! Nézzétek! Ott van a főút! Ügyes vagy, mama! De így is Deniék daruja mögött vagyunk! Sziasztok! Isten hozott! Ó, jaj! Mama rövidebb útja nem bizonyult gyorsabbnak. Remek! Az ebéd kész van. És ami a legfontosabb, a krumplival is elkészültünk.
Az ebéd kész van, de Peppáik még nem értek ide. Itt a nagypapi beszél. Már majdnem nálatok vagyunk. De itt a forgalom úgy halad, mint egy csiga. Mint egy nagyon-nagyon lassú csiga. Már majdnem itt vannak, de még a dugóban ülnek. Szegények. Ki fog hűlni az étel? Van egy ötletem. Már is hozom a talicskámat. Nagypapi vajon mit csinál? Nagymami! Pakold az ebédet a talicskába. Már is, nagypapi. Ha ők nem érnek ide ebédre, mi visszük el nekik az ebédet. Nézzétek, nagypapiék hozzák az ebédünket talicskában. Halihó! Az ebéd tálalva van. És van annyi, hogy jusson Deninek és a kutya nagyapónak is. Jut belőle mindenkinek. Hurrá! Jó, hogy ilyen sokat megsütöttél, nagypapi. Ha-ha! A sült burgonyából soha nem elég. Újra hasznosítás. Bika bácsi a kukás most gyűjti be a szemetet. Kora reggel van, így igyekszik minél halkabban dolgozni. Ám óhatatlanul is nagy zajcsap. Peppa és Zsoli most reggeliznek. Mi ez a zaj? Ez Bika bácsi a kukás. Jó reggelt, Bika bácsi! Bika bácsi. Szép jó reggelt, mennem kell. Össze kell szednem a szemetet. Viszlát! Viszlát! Bika bácsi kiürítette a kukánkat. Helyes, pakoljunk el az asztalról. Segíthetünk, mama? Igen, segíthettek. Ezt az üres üveget a szemetesbe dobom. Peppa, ne! Miért? Az üveg nem szemét. Azt újra lehet hasznosítani. Az mit jelent? Csak azt dobjuk a szemetes kukába, amit nem lehet újra hasznosítani. Amit újra fel lehet használni, azt ezekbe a dobozokba gyűjtjük. A pirosba mennek az újságok, a kékbe a konzervdobozok, a zöldbe pedig az üvegek. Peppa, nálad üveg van. Az melyikbe kerül? A zöldbe. Igen. Ez írtó klassz. Most Zsoli jön. Teszel újságot a pirosba. Zsoli újra akarja hasznosítani papa újságját. Várj egy kicsit, hát még nem is olvastam ki, Zsoli. Mindjárt megkapod. Na jó, tessék, Zsoli. Az újságot a pirosba, Zsoli. Most, hogy elég hulladékot összegyűjtöttünk, elvisszük az újrahasznosítóba. Menjünk, menjünk! Mama malac viszi az üvegeket. Peppa a konzervdobozokat. Zsoli az újságokat. Mindenki készen áll? Igen, papa malac! Akkor indulás! Megyünk, megyünk, hogy újra hasznosítsunk konzervet, üveget, újságot. Megyünk, megyünk, hogy újra hasznosítsunk. Ez Nyúl néni újra hasznosító telepe. Megjöttünk! Hurrá! Szép jó napot! Jó napot, Nyúl néni! Remélem, hasznos hulladékot hoztak. Úgy van! Nagyon helyes! Csak hajrá! Nyúl néni, mit csinál? Újra hasznosítja a régi rozsdás kocsikat. Hű! Ki tudja, hogy az üveg melyikbe megy? A zöldbe! Úgy van! A konzervdobozok pedig a kékbe. Ügyes vagy, Peppa!
Zsoli az újságokat akarja a tartályba dobni. Rendben, Zsoli. Te rakd be az újságokat. Helyes. Mára eleget újra hasznosítottunk. Igen. Menjünk haza. Ó, hova tűnt a kocsink? Peppáék kocsija eltűnt. Vigyázzatok! Nyúl néni újra hasznosítja Peppáék kocsiját. Állj! Az a mi kocsink! Mi? Igazán? Igen! A mi kocsink nem régi és rozsdás. Fel se tűnt. Annyira imádok újra hasznosítani. Igen, mi is. De azért a kocsinkat is szeretjük. Igen, és a kocsink is szeret minket, ugye? Úszás. Peppa és a család ma a strandon vannak. Papa malac úszónadrágban van. Mama malac fürdőruhában. Peppa is fürdőruhában. Siess már, Zsoli! Mindenki csak rád vár. Zsoli is felvette a fürdőruháját. Peppa, Zsoli, papa rátok adja a karúszókat. Tessék, Zsoli, az uszonyaidban felnőttnek látszol. Most az enyémet. Helyes, most már mehetünk a vízbe. Zsoli először jár a strandon. Először tedd az egyik lábad a vízbe. Most próbáld meg a másikat. Talán jobb, ha mind a két lábát egyszerre. Remek ötlet. Ügyes vagy, Zsoli, de nem kell annyira csapkodni. Megjött Rebeka kisöccsével, Richard Nyuszival. Szia, Rebeka! Sziasztok! Richard, kapaszkodj a deszkába, és gyakorold a lábtempókat. Zsoli, van kedved megpróbálni a lábtempót? Ügyesek vagytok, de ne fröcsköljetek! A nagy gyerekek nem fröcskölnek. Már ügyesen úszunk. Ha Zsoli és Richard nagyobbak lesznek, akkor ők is tudnak majd úszni, mint mi. Ugye, Rebeka? Igen. Ó! Richardnak van egy játéköntöző kannája. Hajd abba, Richard! Ó, jaj, Richard belejtette a kannát a medencébe. Sajnálom, Richard, nem érem el, annyira mélyen van. Mami! Én nem tudok víz alatt úszni. Hát pedig víz alatt még én sem tudok. Megfognád a szemüvegemet? Hurrá! Tessék! Ügyes voltál, papa. Nekem jól megy a víz alatti úszás. Az öntöző gyerekeknek való. Leugorhatunk a trambulíról. Sajnálom, Peppa, de az csak a felnőttek számára van. Fel a fejjel! Nézhetitek, ahogy én beugrom! Papikám, neked túl nagy a pocakod. Nem számít. Fiatal koromban ugróversenyeket nyertem. De hát az már régen volt, papa malac. Szerencse, hogy megőriztem a kondimat. Megfognád a szemüvegemet? Jobban láttok, ha oldalról néztek. Kérlek, ne fröcskölj le minket vízzel, papa! Hát persze, hogy nem fröcsköllek le, Peppa. Inkább a magasabbikról ugrok. Légy óvatos, papa malac. Igen, ne fröcskölj le minket, papa! Ne aggódj, Peppa! Ne fröcskölj le minket, papa!
Mondtam, hogy nem foglak. Jó volt. Ügyes voltál, papa. Nem kell nekem törülköző. Meg tudom én szárítani magamat. Papa malac mindenkit lefröcskölt vízzel. De papa... Elnézést kérek. A szemvizsgálat. Peppa és Zsoli Pedro pónival játszanak. Indulnak sarastócsákban ugrálni. Pedro elcsúszott és elvesztette a szemüvegét. Ne! Hol a szemüvegem? Pedro szemüveg nélkül nem lát jól. Zsoli megtalálta Pedro szemüvegét. Ne butáskodj, Zsoli! Tessék! Köszönöm! Pedro, miért hordasz szemüveget? Mert muszáj. Az optikus mondta. Mi az az optikus? Az én papám optikus. Ő ellenőrzi, hogy jól látsz-e. Hogyan? Belenéz a fejedbe. Szemvizsgálatot végez. Megvizsgálja a szemedet. Igen, vizsgáld meg a szemem. Rendben. Érdekes. Húny be az egyik szemed, és mondd meg, hogy mit látsz. Hogy mit látok? Zsolit. Most húny be mindkét szemed. Így nem látok semmit. Nem látsz semmit. Rendkívül érdekes. Akkor neked szemüveg kell. Ó, igazán? Igen. Pedro, indulás haza! Szia, Pedro! Ne! Sziasztok! Mama, nekem szemüveg kell. Micsoda? Pedro megvizsgálta a szemem, és rosszul látok. Nincs a szemednek semmi baja. De mama, amikor behúnytam a szemeimet, nem láttam semmit. De hát behúny szemmel senki nem lát semmit. Ó! Honnan veszed, hogy szemüvegkel? Pedro ért a szemüvegekhez. A papája optikus. Rendben. Akkor elviszünk szemvizsgálatra. Már mehetünk is. Zsoli, te is szeretnél szemvizsgálatot? Nem. Peppa a szemésznél van. Pony bácsi a szemész. Szia, Peppa! Ülj le szépen! És most, miben segíthetek? Szemvizsgálatot szeretnék. Kérem. Rendben. Tedd fel ezt a szemüveget, aztán nézd ezt a táblát. Póni bácsi megvizsgálja Peppa szemét. El tudod olvasni a betűket? Rendben. A, B, C, D, E, F. Helyes! Most ezeket a számokat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nagyon jó. Végül ezeket a színeket. Piros, zöld, narancs, kék, sárga, lila. Kitűnő. Választ a szemüveget, amíg meg lesz az eredmény. Igen. Ezt hogy tetszik, Peppa? Nagyon vicces. Na és ez? Ez hogy tetszik? Ez túl nagy. Ez hogy tetszik? Hű, ez nagyon tetszik. Igen, csodásan nézel ki. Csodásan nézek ki. Jó hírem van. Peppa látása tökéletes. Tehát nem kell szemüveg. Nem. Pedig annyira szerettem volna. Ó, akkor esetleg hordhatsz napszemüveget. Igen, napszemüveg. Parancsolj. Fantasztikus. Remélem, minden nap sütni fog a nap, hogy mindig hordhassam a szemüvegem. Sportnap. Az iskolában ma sportnap van.
Peppa és barátai mind itt vannak. Az első versenyszám a futás. A gyerekek versenyt futnak. Szerintem én nyerek. Nagyon gyorsan tudok futni. Én gyorsabb vagyok nálad. Vigyázz! Kész! Rajt! Én 100 kilométeres sebességgel tudok futni. Én 1 millió kilométeressel. Peppa, Suzi, ne beszélhetek, fussatok! Ó! Oh. A versenyben Rebek anyuszi vezet. Ajaj, Peppa és Suzi le vannak maradva. A győztes Rebek anyuszi. Peppa és Suzi az utolsók. A futóverseny győztese, Rebek anyuszi. Hurrá! Hurrá! Köszönöm. Én győztem volna, ha nem tartasz fel, Suzi. Ugyan, Peppa. Ne feledd, nem a győzelem a fontos, hanem a részvétel. Értem, papa. A következő versenyszám a távolugrás. Zsoli és Richard versenyeznek, hogy ki tud messzebbre ugrani. Zsoli, rohanj, ahogy bírsz, aztán ugorj, amekkorát csak tudsz. Zsoli, vigyázz, kész, rajt! Zsoli akkorát ugrott, amekkorát csak bírt. Most pedig Richard nyuszi következik. Ha Richard nem fut neki, akkor nem ugrik messzire. Richard nyuszi, vigyázz, kész, rajt! Richard nyuszi messzebbre ugrott, mint Zsoli. És a győztes Richard nyuszi! Hurrá! Zsoli, ne feledd, nem a győzelem a fontos, hanem a részvétel. A következő versenyszám a váltó. Minden gyerek az egyik szülőjével fusson. Peppa, engem válasz, engem! De papa, te nem tudsz gyorsan futni. Kismalac koromban gyorsan futottam. De ma már nagy a pocakom. De ma is elérem a lábujjam. Majdnem. Rendben, papa, de aztán nagyon gyorsan kell futnod. Az első kört a mamák és a papák futják, aztán átadják a stafétát a gyerekeknek. Mamák és papák, vigyázz! Kész, rajt! Futamalac vezet. Gyerünk, papa! Köszönöm, papa! Most rajtam a sor, hogy megnyerjem a... Peppa, ne beszélj, hanem fúss! Ó! És a győztes Emily elefánt. Ó, papa, én nem nyertem meg semmit. Ne aggódj, Peppa, egy verseny még hátra van. Most pedig következzék az utolsó versenyszám, a kötélhúzás, a fiúk a lányok ellen. Ha azt mondom, hogy húzd, teljes erőtökből húzzátok a kötelet. A lányok fognak győzni. Nem ők, hanem a fiúk győznek. Vigyázz! Kész! Húzz! Gyerünk, fiúk! Rajta, húzzunk! Hajrá, lányok! Húzz! Tehát húzom! Mindenki olyan erősen húzza, hogy a kötél elszakad. A kötélhúzás eredménye döntetlen, tehát mindkét csapat győzött. Hurrá! Szeretem a sportnapot, különösen amikor díjat is nyerek. Jótékonysági vásár. Ma esik az eső, és az iskola teteje beázik. Gyerekek! Jótékonysági vásárt rendezünk, és a bevételéből új tetőt csináltatunk az iskolának. Hurrá! Mindenkinek hoznia kell valamit a vásárra. Mit hozzunk? Hozhattok régi játékot, vagy bármit, amit már nem használtok. A szülők megjöttek a gyerekekért. Indulás haza!
Ne felejtjetek holnapra régi játékokat hozni a vásárra. Peppa játékot választ a vásárra. Peppa, választottál már? Elég egyet kiválasztani. Igen, és azzal segíthetsz új tetőt csináltatni. Jó, akkor szerintem legyen ő, Dino bácsi. Dino bácsi Zsoli kedvenc játéka. Peppa, Dino bácsit nem adhatod oda. Nem. 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 Hát jó. Bocs, Zsoli. Dino! Miért nem adod oda a régi krampuszodat? Jó. Most eljössz, papa. Mi? Mindenkinek be kell adni valamit. Én ezt a kalapot, Zsoli pedig ezt a labdát. Akkor papa mit adjon? Megvan, a tévét! A tévét ne! Nem, azt használjuk. Megvan! A büdös papucsát! Nem jó, túl büdös. Megvan, papa régi székét. De hát ez antik darab. Az mit jelent, hogy antik? Az, hogy valami régi, ezért értékes. De lomtalanításkor találtad. Nem ér semmit. Ha megjavítom, sokat fog érni. 1000 éve ezt mondott, papa. Megvan. Legyen ez a zokni, amit nagypapitól kaptam. Helyes. Azért jöttem, hogy elvigyem, amit felajánlotok a vásárra. Parancsoljon. Köszönöm. Szeretné ezt a régi széket is? Ó, ön igazán nagy lelkű. Viszlát! 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 Mama, odaadtad papa székét. Ssss, egy szót se, észre se veszi. Ma van a jótékonysági vásár. Szia! Csókolom, nyúlnéni. Peppa, hogy tetszik ez a szék? Elég ócska, de talán megfelel tüzelőnek. Az antik darab. Igazán? Papa szerint nagyon sok pénzt ér. Igazán? Akkor drágábban adom. Viszlát! Sziasztok! Szia, szia Peppa! Te mit hoztál, Suzi? Én az ápolónő jelmezemet. Én a papagájos léggömböm. Én a játék majmomat hoztam. Hiányozni fog a krampuszom. Megvehetném ezt a krampuszt? Én meg ezt az ápolónő jelmet szeretném. Én a papagájos léggömböt. Mama, mama! Nézd, miket vettünk! A régi játékaitokat. Mert hiányoztak. Nézzétek, mit vettem! Ez egy igazi antik szék! Ó, papa malac, az nem antik szék. De az, nyúlnéni mondta, és illik a régihez. Igen, papa. Azért van, mert... Peppa! Mert ez a te régi széked. Mi? De hát nyúlnéni egy csomó pénzt kért el érte. Fantasztikus hírem van. Elegendő pénzt gyűjtöttünk össze az iskola új tetejére. Hurrá! Köszönöm, papa malac. Szíves örömest. Ködös nap. Peppa és Zsoli a játszótérre indulnak. Talán menjünk kocsival? Ne, sétáljunk. Nézd, alig egy ugrás. Közel van a játszótér. Rendben, sétáljunk. Indulás. Játszani megyünk. Ó, hová tűnt az ég? Ne félj, Peppa, ez csak köd. Mi ez a köd? Felhő, ami nem az égben van, hanem a talaj fölött. Nagyon sűrű. Nem látok semmit. Talán jobb lenne hazamenni. Igen, majd máskor megyünk ki a játszótérre. Ó!
Túl sűrű a köd, úgyhogy haza kell menniük. Na igen, de merre van a haza? Eltévedtünk, papa. Ne félj, pontosan tudom, hol vagyunk. Erre! Ki tette ide ezt a fát? Papa neki ment egy fának. Nem esett bajot, papa? Nem hát, jól vagyok. Erre! Papa malac, tudod te, hogy merre mész? Hát persze, hogy tudom. Szerintem soha nem fogunk hazatalálni. Dehogy nem, Peppa. Már a kertünkben járunk. Ó, a kacsák! Hello, kacsa néni. Nem találjátok a tavat? Mi is eltévedtünk. Nem tévedtünk el. Tudom, hogy hol vagyunk. Viszlát, kacsák! Találjátok meg a tavat! Papa megtalálta a kacsák tavát. Ez szerencse! Igen, micsoda szerencse! Papa, kacsa néni köszönetet mond. Szívesen, kacsa néni! És most keressük meg a házunkat. Biztos, hogy erre van. Halló! Hallottatok valamit? Igen, valaki azt mondta, hogy... Halló! Nyuszi mama az Rebekával és Richarddal. Szia, Peppa! Eltévedtünk. Szia, Rebeka! Hát mi is? A játszótérre indultunk. Mi is? Ám sajnos túl sűrű a köd. Gyertek, menjünk haza, amíg a köd el nem oszlik. Papa, tudod, hogy hova mész? Igen, természetesen. Erre. Igen, papa malac. Aha, megtaláltam a dombunkat. Mindjárt hazaérünk. Hurrá! A házunknak pedig itt kellene lennie. Ó. Papa malac egy létrát talált. Ez különös. A mi kertünkben nincs létra. A teremburáját. Látod, hogy hol vagyunk, papa malac? Igen, látom. Papa, hol vagyunk? Nézd meg te is. Rendben. Hű. Hű. Újra látok mindent. A köd kezd eloszlani. A játszótéren vagyunk. Hurrá! Wii! A játszótéren vagyunk. A játszótéren vagyunk. Wii! Hinta! Balinta! Papa! Mama! A játszótéren vagyunk. Micsoda szerencse! Én azt hittem, hogy hazaindultunk. Én is. Talán tényleg eltévedtünk egy kicsit. Kutya nagyapó műhelye. Ez kutya nagyapó szerelő műhelye. Megjöttek Peppáék az autójukkal. Szia, Dani! Szia, Peppa! Miben segíthetünk? Van itt benzin, pumpa a gumikhoz, és egy vadonatúj automata kocsimosó. Két jégkrémet kérünk. Ó, már is? Kutya nagyapó műhelyében sok minden kapható, még jégkrém is. Köszönöm! Viszlát! Viszlát! Szeretem a kocsinkat. És a kocsink is minket, ugye? Ó, jaj, a kocsi leállt. Baj van, nem indul. Megvan. Felhívom kutya nagyapót. Itt kutya nagyapó. Segítsen, elromlott az autónk. Dani, autót kell mentenünk. Jippi! Jön a segítség! Jön a segítség! Nézzétek, megjött Dani és kutya nagyapó. Hurrá! Kutya nagyapó ért az autókhoz. Komoly a baj? Nem, csak a benzin fogyott ki. Mi
mit csináljunk? A műhelyemben van benzin. Elvontatlak titeket. Kutya nagyapó elvontatja Peppájékat a műhelyéhez. Feltölti az autót benzinnel. Köszönjük, kutya nagyapó! Megjöttek Suziék. Ők is autóval. Szia, Peppa! Szia, Suzi! Kifogyott a benzinünk, de kutya nagyapó segített. Hű, milyen izgalmas! Sziasztok! Sziasztok! Jaj, nem! Defektet kapott az egyik kerék. Kutya nagyapó tud rajtunk segíteni? Szerintem igen. Itt kutya nagyapó. Értem. Csak semmi pánik, bárány mama. Már is megyek. Jön a segítség! Én is jöhetek. Pattanj be, Peppa. Jön a segítség! Jön a segítség! Szia, Suzi! Eljöttünk segíteni. Hurrá! Kutya nagyapó felpumpálja a gumit. Köszönöm, kutya nagyapó! Megjött nagypapi és nagymami. Szép jó napot! Jó napot, nagypapi! Benzint szeretnél, vagy levegőt? Egyiket sem. Szeretnénk kipróbálni az új autómosót. Nagyszerű. Komputer irányítja. Hello, én vagyok a jövő autómosója. Oh! Először a szappanosít, aztán az öblítés, végül a törlés. Ó, jaj, a komputer elromlott, nagypapi pedig bent rekedt. Tégy valamit, kutya nagyapó! A számítógép javításhoz nem értek. Az én apukám megjavította a komputerünket. Nem igazán megjavítottam, én csak... Helyes, akkor papa malac majd elintézi. Talán, ha egyszerűen kikapcsolom, és aztán újra be... Papa malac megjavította az autómosót. Kutya nagyapó jól tud kocsit javítani, de a mosót papa javította meg. Hajókázás. A kacsák a tavukban úszkálnak, jól érzik magukat. Itt jön Peppa, Zsoli, mama és papa. Sziasztok, kacsák! A kacsák éhesek. Sajnálom, kacsanéni, de ma nincs nálunk kenyér. Ám hozzunk valami sokkal klasszabbat. Peppa elhozta a játékhajóját. Zsoli is a sajátját. Húzzuk fel a hajót, Zsoli. Zsoli hajója felhúzható. Gyorsan, Zsoli! Tedd a tóba, mielőtt lejár a rugó. Zsolinak tetszik a hajója. Mama, az enyémet is felhúznád? A tiédet nem kell, Peppa. Peppa hajója vitorlás, a szél hajtja. Nem tetszik a hajóm. Nem is csinál semmit. Mert ma nem fúj a szél. Akkor segítünk neki. Teleszívom a tüdőm, és én fújom a hajódat. Hurrá! Jó gyorsan ment. Peppának tetszik a vitorlása. Itt jön Peppa barátja, Suzi. Sziasztok! Szia, Suzi! A hajóinkkal játszunk. Nekem motorcsónakom van. Felhúzható? Nem, elemmel megy. Suzi motorcsónakját elem hajtja. Remek kis motorcsónak. Bocsánat, kacsa néni. Itt jön Deni kutya nagyapóval.
Sziasztok! Szép napot! A nagyapám készítette ezt a kis gőzöst. A minden itt lenyűgöző. Hogy működik? Gőzhajtja. Ezzel a kallantyúval itt, ezzel kell bekapcsolni. Szenzációs kis gőzös. Jön Rebek anyuszi a mamájával. Sziasztok! Szia, Rebeka! A hajóinkkal játszunk. Bár nekem is lenne. Rebek anyuszinak nincs hajója. Van egy ötletem. Szerencsére elhoztam az újságomat. Egy lap elég is lesz. Melyik nélkülözhető? A hírek, a sport, a divat. Ne a divat oldalt. Jó, legyen az üzleti hírek. Amikor kismalac voltam, összehajtogattam az újságot, látod, így. Vajon mit csinál papa? Hogy papírhajót készítsek. Papa malac papírhajót készített. Köszönöm, Malac bácsi. Zsoli is papírhajót akar. A sportoldalt talán még feláldozhatom. Én is kaphatok egyet? Én is! Én is! Hát persze. Papa malac mindenkinek készít papírhajót. Versenyezzünk! Jó ötlet! Fújjuk át a papírhajókat a tavon. Mindenki vegyen egy nagy levegőt. Vigyázz! Kész! Fújd! Megvan a győztes! Kié is volt a sportoldal? A Zsoli hajója! Zsoli a győztes! Hurrá! Szeretem a hajókat! A legjobban a papírhajókat! Éli! Ideje hazatérni! Mindenki remekül szórakozott! Sziasztok! Sziasztok, kacsák! Hamarosan újra jövünk! A kacsáknak tetszettek a hajók, de örülnek, hogy a tó újra csak az övék. Lefekvés. Mindjárt itt a lefekvés ideje. Peppa és Zsoli most fejezik be a vacsorát. Papa malac! Ne haragudjatok, fáradt vagyok. Nehéz napom volt. Zsoli és én nem vagyunk álmosak. Játszhatunk a kertben. De mindjárt le kell feküdnötök. Játszhatnánk kint csak egy kicsit. Léci mama, léci papa. Rendben. De ha itt a fürdés, be kell jönnötök. Honnan van bennük ez a rengeteg energia? Peppa és Zsoli még játszanak egy kicsit lefekvés előtt. Nézd, Zsoli! Mennyi saras tócsa? Peppa és Zsoli cipőben vannak. Ugrálni fognak a saras tócsákban. Peppa imád saras tócsákban ugrálni. Zsoli is imád saras tócsákban ugrálni. Nézd! Ez a világ legnagyobb tócsája! Milyen hatalmas tócsa! Peppa! Zsoli! Fürdés! Papa, mama! Megtaláltuk a világ legnagyobb tócsáját! Azt látom! Gyorsan, a kádba! Ó, nem játszhatnánk még egy kicsit! Nem, ideje fürödni! Te és Zsoli, álmosak vagytok? Nem, papa. Mi egy picit se vagyunk álmosak. Az lehet, hogy ők nem álmosak, én viszont igen. Én is. Lefekvés előtt Peppa és Zsoli megfürdenek. Peppa szeret pancsolni. Zsoli is szeret pancsolni. Mindketten szeretnek pancsolni. Elég a pancsolásból. Törölközés és jöhet a pizsama. Ó, nem maradhatunk még egy kicsit a kádban. A fürdésnek vége. Ideje fogat mosni. Lefekvés előtt Peppa és Zsoli fogat mosnak.
Rendben, elég lesz. Irány az ágy. Ó, ráfér a fogunkra még egy kis tisztogatás. Ha lefeküdtetek, papa olvas majd nektek mesét. Hurrá! Peppa és Zsoli szeretik a mesét. Lefekvéskor Peppa mindig a játékmackóját öleli magához. Lefekvéskor Zsoli mindig Dínó bácsit öleli magához. Most már végre álmosak vagytok? Nem, papa. Nagyon sok mesét szeretnénk. Papa egy mesét olvas. Melyik könyvet szeretnétek? A vörös majmosat. Rendben. Akkor a vörös majmosból olvasok. Peppa és Zsoli kedvence a vörös majmos könyv. Egyszer volt, hol nem volt. Elnézést, papa. Volt egyszer egy vörös majom. Ez a vörös majom megfürdött. Fogat mosott, majd lefeküdt, és hamarosan el is aludt. Jó hét, vörös majom! Peppa és Zsoli alszanak. Jó hét, Peppa és Zsoli! Szép álmokat! Peppa és Zsoli alszanak, mama és papa pedig megy tévét nézni. Most pedig következik Burgonya nyomozó. Már alig vártam ezt a filmet. Burgonya nyomozó mindig mindenre készen áll. Gyorsan fut, magasra ugrik, sosem alszik. Peppa és Zsoli már alszanak, és úgy tűnik, hogy papa és mama is. Forgalmi dugó. Nagymami és nagypapi ebédre várja Peppáékat. Ástam még neked ki burgonyát! Ó, nagypapi, de hát van már elég burgonyánk. Burgonyából soha nem lehet elég. Jó, de gyorsan tedd a sütőbe, hamarosan megjönnek. Ho-ho, rengeteg időnk van, még csak 11 óra. Peppa és családja már elindult. Előbb indultunk volna, megint elkésünk. Ó, ne aggódj, mama! Rengeteg időnk van még. Amikor a nagy jéghoz megyünk, mindig el szoktunk késni. Ezúttal nem. Találtam egy új utat, ahol ki lehet kerülni a forgalmat. Ó, erre nem számítottam. Peppa és a család dugóban rekedtek. Nézzétek! Ott van Deni kutya és kutya nagyapó. Deni kutya és kutya nagyapó is dugóban rekedt. Szia, Peppa! Szia, Peppa! Ma a nagymamáikhoz megyünk ebédre, de el fogunk késni. Már egy óra késnek, szokás szerint. Hogy áll a burgonya? Úgy nézem, rá fér még egy kis sülés. Itt a nagymami. Szia, nagyi! Forgalmi dugóba rekedtünk. Ne aggódj! Mi is csúszunk. Nagypapi késésben van a burgonyával. Várunk titeket. Ó, szegények, dugóba rekedtek. Ezek szerint nem késő oda tenni még egy kis burgonyát. Nagypapi! Olyan lassan haladunk. Sose fogunk odaérni a nagyjéghoz. Peppának igaza van, másfelé kell mennünk. De hát nincs másik főút. Én tudok rövidebb utat. Viszlát mindenki! Rövidebb úton megyünk! Szia, Peppa! Sok szerencsét! Mama rövidebb úton megy, hogy kikerülje a dugót. Ám ez meglehetősen rázós. Ez írtóglasz! Biztos jó ez az út? Bíz bennem! Sziasztok, kacsák! Rövidebb úton megyünk! Nézzétek! Ott van a főút! Ügyes vagy, mama! De így is Deniék daruja mögött vagyunk! Sziasztok! Isten hozott! Ó, jaj! Mama rövidebb útja nem bizonyult gyorsabbnak. Remek! Az ebéd kész van. És ami a legfontosabb, a krumplival is elkészültünk.
Az ebéd kész van, de Peppáik még nem értek ide. Itt a nagypapi beszél. Már majdnem nálatok vagyunk. De itt a forgalom úgy halad, mint egy csiga. Mint egy nagyon-nagyon lassú csiga. Már majdnem itt vannak, de még a dugóban ülnek. Szegények. Ki fog hűlni az étel? Van egy ötletem. Már is hozom a talicskámat. Nagypapi vajon mit csinál? Nagymami! Pakold az ebédet a talicskába. Már is, nagypapi. Ha ők nem érnek ide ebédre, mi visszük el nekik az ebédet. Nézzétek, nagypapiék hozzák az ebédünket talicskában. Halihó! Az ebéd tálalva van. És van annyi, hogy jusson Deninek és a kutya nagyapónak is. Jut belőle mindenkinek. Hurrá! Jó, hogy ilyen sokat megsütöttél, nagypapi. Ha-ha! A sült burgonyából soha nem elég. Újra hasznosítás. Bika bácsi a kukás most gyűjti be a szemetet. Kora reggel van, így igyekszik minél halkabban dolgozni. Ám óhatatlanul is nagy zaj csap. Peppa és Zsoli most reggeliznek. Mi ez a zaj? Ez Bika bácsi a kukás. Jó reggelt, Bika bácsi! Szép jó reggelt, mennem kell. Össze kell szednem a szemetet. Viszlát! Viszlát! Bika bácsi kiürítette a kukánkat. Helyes, pakoljunk el az asztalról. Segíthetünk, mama? Igen, segíthettek. Ezt az üres üveget a szemetesbe dobom. Peppa, ne! Miért? Az üveg nem szemét. Azt újra lehet hasznosítani. Az mit jelent? Csak azt dobjuk a szemetes kukába, amit nem lehet újra hasznosítani. Amit újra fel lehet használni, azt ezekbe a dobozokba gyűjtjük. A pirosba mennek az újságok, a kékbe a konzervdobozok, a zöldbe pedig az üvegek. Peppa, nálad üveg van. Az melyikbe kerül? A zöldbe. Igen. Ez írtó klassz. Most Zsoli jön. Teszel újságot a pirosba. Zsoli újra akarja hasznosítani papa újságját. Várj egy kicsit, hát még nem is olvastam ki, Zsoli. Mindjárt megkapod. Na jó, tessék, Zsoli. Az újságot a pirosba, Zsoli. Most, hogy elég hulladékot összegyűjtöttünk, elvisszük az újrahasznosítóba. Menjünk, menjünk! Mama malac viszi az üvegeket. Peppa a konzervdobozokat. Zsoli az újságokat. Mindenki készen áll? Igen, papa malac! Akkor indulás! Megyünk, megyünk, hogy újra hasznosítsunk konzervet, üveget, újságot. Megyünk, megyünk, hogy újra hasznosítsunk. Ez Nyúl néni újra hasznosító telepe. Megjöttünk! Hurrá! Szép jó napot! Jó napot, Nyúl néni! Remélem, hasznos hulladékot hoztak. Úgy van! Nagyon helyes! Csak hajrá! Nyúl néni, mit csinál? Újra hasznosítja a régi rozsdás kocsikat. Hű! Ki tudja, hogy az üveg melyikbe megy? A zöldbe! Úgy van! A konzervdobozok pedig a kékbe. Ügyes vagy, Peppa!
Zsoli az újságokat akarja a tartályba dobni. Rendben, Zsoli. Te rakd be az újságokat. Helyes. Mára eleget újra hasznosítottunk. Igen. Menjünk haza. Ó, hova tűnt a kocsink? Peppáék kocsija eltűnt. Vigyázzatok! Nyúl néni újra hasznosítja Peppáék kocsiját. Állj! Az a mi kocsink! Mi? Igazán? Igen! A mi kocsink nem régi és rozsdás. Fel se tűnt. Annyira imádok újra hasznosítani. Igen, mi is. De azért a kocsinkat is szeretjük. Igen, és a kocsink is szeret minket, ugye? Úszás. Peppa és a család ma a strandon vannak. Papa malac úszónadrágban van. Mama malac fürdőruhában. Peppa is fürdőruhában. Siess már, Zsoli! Mindenki csak rád vár. Zsoli is felvette a fürdőruháját. Peppa, Zsoli, papa rátok adja a karúszókat. Tessék, Zsoli, az uszonyaidban felnőttnek látszol. Most az enyémet! Helyes! Most már mehetünk a vízbe! Hurrá! Zsoli először jár a strandon. Először tedd az egyik lábad a vízbe. Most próbáld meg a másikat. Talán jobb, ha mind a két lábát egyszerre. Remek ötlet! Ügyes vagy, Zsoli, de nem kell annyira csapkodni. Megjött Rebeka kisöccsével, Richard Nyuszival. Szia, Rebeka! Sziasztok! Richard, kapaszkodj a deszkába, és gyakorold a lábtempókat. Zsoli, van kedved megpróbálni a lábtempót? Ügyesek vagytok, de ne fröcsköljetek! A nagy gyerekek nem fröcskölnek. Már ügyesen úszunk. Ha Zsoli és Richard nagyobbak lesznek, akkor ők is tudnak majd úszni, mint mi. Ugye, Rebeka? Igen. Ó! Richardnak van egy játék öntöző kannája. Hajd abba, Richard! Ó, jaj, Richard belejtette a kannát a medencébe. Sajnálom, Richard, nem érem el, annyira mélyen van. Mami! Én nem tudok víz alatt úszni. Hát pedig víz alatt még én sem tudok. Megfognád a szemüvegemet? Hurrá! Tessék! Ügyes voltál, papa. Nekem jól megy a víz alatti úszás. Az öntöző gyerekeknek való. Leugorhatunk a trambulíról. Sajnálom, Peppa, de az csak a felnőttek számára van. Fel a fejjel! Nézhetitek, ahogy én beugrom! Papikám, neked túl nagy a pocakod. Nem számít. Fiatal koromban ugróversenyeket nyertem. De hát az már régen volt, papa malac. Szerencse, hogy megőriztem a kondimat. Megfognád a szemüvegemet? Jobban láttok, ha oldalról néztek. Kérlek, ne fröcskölj le minket vízzel, papa! Hát persze, hogy nem fröcsköllek le, Peppa. Inkább a magasabbikról ugrok. Légy óvatos, papa malac. Igen, ne fröcskölj le minket, papa! Ne aggódj, Peppa! Ne fröcskölj le minket, papa!
Mondtam, hogy nem foglak. Jó volt. Ügyes voltál, papa. Nem kell nekem törülköző. Meg tudom én szárítani magamat. Papa malac mindenkit lefröcskölt vízzel. De papa... Elnézést kérek. A szemvizsgálat. Peppa és Zsoli Pedro pónival játszanak. Indulnak sarastócsákban ugrálni. Pedro elcsúszott és elvesztette a szemüvegét. Ne! Hol a szemüvegem? Pedro szemüveg nélkül nem lát jól. Zsoli megtalálta Pedro szemüvegét. Ne butáskodj, Zsoli! Tessék! Köszönöm! Pedro, miért hordasz szemüveget? Mert muszáj. Az optikus mondta. Mi az az optikus? Az én papám optikus. Ő ellenőrzi, hogy jól látsz-e. Hogyan? Belenéz a fejedbe. Szemvizsgálatot végez. Megvizsgálja a szemedet. Igen, vizsgáld meg a szemem. Rendben. Érdekes. Hunyd be az egyik szemed, és mondd meg, hogy mit látsz. Hogy mit látok? Zsolit. Most hunyd be mindkét szemed. Így nem látok semmit. Nem lát semmit. Rendkívül érdekes. Akkor neked szemüveg kell. Ó, igazán? Igen. Pedro, indulás haza! Szia, Pedro! Ne! Sziasztok! Mama, nekem szemüveg kell. Micsoda? Pedro megvizsgálta a szemem, és rosszul látok. Nincs a szemednek semmi baja. De mama, amikor behúnytam a szemeimet, nem láttam semmit. De hát behúny szemmel senki nem lát semmit. Ó. Honnan veszed, hogy szemüvekkel? Pedro ért a szemüvegekhez. A papája optikus. Rendben. Akkor elviszünk szemvizsgálatra. Már mehetünk is. Zsoli, te is szeretnél szemvizsgálatot? Nem. Peppa a szemésznél van. Pony bácsi a szemész. Szia, Peppa! Ülj le szépen! És most miben segíthetek? Szemvizsgálatot szeretnék. Kérem. Rendben. Tedd fel ezt a szemüveget, aztán nézd ezt a táblát. Póni bácsi megvizsgálja Peppa szemét. El tudod olvasni a betűket? Rendben. A, B, C, D, E, F. Helyes. Most ezeket a számokat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nagyon jó. Végül ezeket a színeket. Piros, zöld, narancs, kék, sárga, lila. Kitűnő. Választ a szemüveget, amíg meg lesz az eredmény. Igen. Ezt hogy tetszik, Peppa? Nagyon vicces. Na és ez? Ez hogy tetszik? Ez túl nagy. Ez hogy tetszik? Hű, ez nagyon tetszik. Igen, csodásan nézel ki. Csodásan nézek ki. Jó hírem van, Peppa látása tökéletes. Tehát nem kell szemüveg. Nem. Pedig annyira szerettem volna. Ó, akkor esetleg hordhatsz napszemüveget. Igen, napszemüveg. Parancsolj. Fantasztikus. Remélem, minden nap sütni fog a nap, hogy mindig hordhassam a szemüvegem. Sportnap. Az iskolában ma sportnap van.
Peppa és barátai mind itt vannak. Az első versenyszám a futás. A gyerekek versenyt futnak. Szerintem én nyerek. Nagyon gyorsan tudok futni. Én gyorsabb vagyok nálad. Vigyázz! Kész! Rajt! Én 100 kilométeres sebességgel tudok futni. Én 1 millió kilométeressel. Peppa, Suzi, ne beszélhetek, fussatok! Ó! Oh. A versenyben Rebeka nyuszi vezet. Ajaj, Peppa és Suzi le vannak maradva. Hey, Peppa! A győztes Rebeka nyuszi. Peppa és Suzi az utolsók. A futóverseny győztese, Rebeka nyuszi. Hurrá! Hurrá! Köszönöm! Én győztem volna, ha nem tartasz fel, Suzi. Ugyan, Peppa. Ne feledd, nem a győzelem a fontos, hanem a részvétel. Értem, papa. A következő versenyszám a távolugrás. Zsoli és Richard versenyeznek, hogy ki tud messzebbre ugrani. Zsoli, rohanj, ahogy bírsz, aztán ugorj, amekkorát csak tudsz. Zsoli, vigyázz, kész, rajt! Zsoli akkorát ugrott, amekkorát csak bírt. Most pedig Richard nyuszi következik. Ha Richard nem fut neki, akkor nem ugrik messzire. Richard nyuszi, vigyázz, kész, rajt! Richard nyuszi messzebbre ugrott, mint Zsoli. És a győztes Richard nyuszi! Hurrá! Zsoli, ne feledd, nem a győzelem a fontos, hanem a részvétel. A következő versenyszám a váltó. Minden gyerek az egyik szülőjével fusson. Peppa, engem válasz, engem! De papa, te nem tudsz gyorsan futni. Kismalac koromban gyorsan futottam. De ma már nagy a pocakod. De ma is elérem a lábujjam. Majdnem. Rendben, papa, de aztán nagyon gyorsan kell futnod. Az első kört a mamák és a papák futják, aztán átadják a stafétát a gyerekeknek. Mamák és papák, vigyázz, kész, rajt! Futamalac vezet. Gyerünk, papa! Köszönöm, papa! Most rajtam a sor, hogy megnyerjem a... Peppa, ne beszélj, hanem fúss! Ó! És a győztes Emily elefánt. Ó, papa, én nem nyertem meg semmit. Ne aggódj, Peppa, egy verseny még hátra van. Most pedig következzék az utolsó versenyszám. A kötélhúzás. A fiúk a lányok ellen. Ha azt mondom, hogy húzd, teljes erőtökből húzzátok a kötelet. A lányok fognak győzni. Nem ők, hanem a fiúk győznek. Vigyázz! Kész! Húzd! Gyerünk, fiúk! Rajta, húzzunk! Hajrá, lányok! Mindenki olyan erősen húzza, hogy a kötél elszakad. A kötélhúzás eredménye döntetlen, tehát mindkét csapat győzött. Hurrá! Szeretem a sportnapot, különösen amikor díjat is nyerek. Jótékonysági vásár. Ma esik az eső, és az iskola teteje beázik. Gyerekek, jótékonysági vásárt rendezünk, és a bevételéből új tetőt csináltatunk az iskolának. Hurrá! Mindenkinek hoznia kell valamit a vásárra. Mit hozzunk? Hozhattok régi játékot, vagy bármit, amit már nem használtok. A szülők megjöttek a gyerekekért. Indulás haza!
Ne felejtjetek holnapra régi játékokat hozni a vásárra. Peppa játékot választ a vásárra. Peppa, választottál már? Elég egyet kiválasztani. Igen, és azzal segíthetsz új tetőt csináltatni. Jó, akkor szerintem legyen ő, Dino bácsi. Dino bácsi Zsoli kedvenc játéka. Peppa, Dino bácsit nem adhatod oda. Nem. 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 Hát jó. Bocs, Zsoli. Dino! Miért nem adod oda a régi krampuszodat? Jó. Most eljössz, papa. Mi? Mindenkinek be kell adni valamit. Én ezt a kalapot, Zsoli pedig ezt a labdát. Akkor papa mit adjon? Megvan! A tévét! A tévét ne! Nem, azt használjuk. Megvan! A büdös papucsát! Nem jó, túl büdös. Megvan! Papa régi székét! De hát ez antik darab! Az mit jelent, hogy antik? Az, hogy valami régi, ezért értékes. De lomtalanításkor találtad. Nem ér semmit. Ha megjavítom, sokat fog érni. 1000 éve ezt mondott, papa. Megvan. Legyen ez a zokni, amit nagypapitól kaptam. Helyes. Azért jöttem, hogy elvigyem, amit felajánlotok a vásárra. Parancsoljon. Köszönöm. Szeretné ezt a régi széket is? Ó, ön igazán nagy lelkű. Viszlát! 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 Mama, odaadtad papa székét. Ssss, egy szót se, észre se veszi. Ma van a jótékonysági vásár. Szia! Csókolom, nyúlnéni. Peppa, hogy tetszik ez a szék? Elég ócska, de talán megfelel tüzelőnek. Az antik darab. Igazán? Papa szerint nagyon sok pénzt ér. Igazán? Akkor drágábban adom. Viszlát! Sziasztok! Szia, szia, Peppa! Te mit hoztál, Suzi? Én az ápolónő jelmezemet. Én a papagájos léggömböm. Én a játék majmomat hoztam. Hiányozni fog a krampuszom. Megvehetném ezt a krampuszt? Én meg ezt az ápolónő jelmet szeretném. Én a papagájos léggömböt. Mama, mama, nézd, miket vettünk. A régi játékaitokat. Mert hiányoztak. Nézzétek, mit vettem, ez egy igazi antik szék. Ó, papa malac, az nem antik szék. De az, Nyúl néni mondta, és illik a régihez. Igen, papa, azért van, mert... Ssss, Peppa. Mert ez a te régi széked. Mi? De hát Nyúl néni egy csomó pénzt kért el érte. Fantasztikus hírem van. Elegendő pénzt gyűjtöttünk össze az iskola új tetejére. Hurrá! Köszönöm, papa malac. Szíves örömest. Ködös nap. Peppa és Zsoli a játszótérre indulnak. Talán menjünk kocsival? Ne, sétáljunk. Nézd, alig egy ugrás. Közel van a játszótér. Rendben, sétáljunk. Indulás. Játszani megyünk, játszani megyünk. Ó, hová tűnt az ég? Ne félj, Peppa, ez csak köd. Mi ez a köd? Felhő, ami nem az égben van, hanem a talaj fölött. Nagyon sűrű. Nem látok semmit. Talán jobb lenne hazamenni. Igen, majd máskor megyünk ki a játszótérre. Ó!
Túl sűrű a köd, úgyhogy haza kell menniük. Na igen, de merre van a haza? Eltévedtünk, papa. Ne félj, pontosan tudom, hol vagyunk. Erre? Ki tette ide ezt a fát? Papa neki ment egy fának. Nem esett bajot, papa? Nem hát, jól vagyok. Erre? Papa malac, tudod te, hogy merre mész? Hát persze, hogy tudom. Szerintem soha nem fogunk hazatalálni. Dehogy nem, Peppa. Már a kertünkben járunk. Ó, a kacsák! Hello, kacsa néni. Nem találjátok a tavat? Mi is eltévedtünk. Nem tévedtünk el. Tudom, hogy hol vagyunk. Viszlát, kacsák! Találjátok meg a tavat! Papa megtalálta a kacsák tavát. Ez szerencse! Igen, micsoda szerencse! Papa, kacsa néni köszönetet mond. Szívesen, kacsa néni! És most keressük meg a házunkat. Biztos, hogy erre van. Halló! Hallottatok valamit? Igen, valaki azt mondta, hogy... Halló! Nyuszi mama az Rebekával és Richarddal. Szia, Peppa! Eltévedtünk. Szia, Rebeka! Hát mi is? A játszótérre indultunk. Mi is? Ám sajnos túl sűrű a köd. Gyertek, menjünk haza, amíg a köd el nem oszlik. Papa, tudod, hogy hova mész? Igen, természetesen. Erre. Igen, papa malac. Aha, megtaláltam a dombunkat. Mindjárt hazaérünk. Hurrá! A házunknak pedig itt kellene lennie. Ó. Papa malac egy létrát talált. Ez különös. A mi kertünkben nincs létra. A teremburáját. Látod, hogy hol vagyunk, papa malac? Igen, látom. Papa, hol vagyunk? Nézd meg te is. Rendben. Hű. Újra látok mindent. A köd kezd eloszlani. A játszótéren vagyunk. Hurrá! A játszótéren vagyunk. A játszótéren vagyunk. Hinta. Balinta. Papa, mama, a játszótéren vagyunk. Micsoda szerencse. Én azt hittem, hogy hazaindultunk. Én is. Talán tényleg eltévedtünk egy kicsit. Kutya nagyapó műhelye. Ez kutya nagyapó szerelő műhelye. Megjöttek Peppáék az autójukkal. Szia, Dani! Szia, Peppa! Miben segíthetünk? Van itt benzin, pumpa a gumikhoz, és egy vadonatúj automata kocsimosó. Két jégkrémet kérünk. Ó, már is? Kutyanagyapó műhelyében sok minden kapható, még jégkrém is. Köszönöm! Viszlát! Viszlát! Szeretem a kocsinkat. És a kocsink is minket, ugye? Ó, jaj, a kocsi leállt. Baj van, nem indul. Megvan. Felhívom kutya nagyapót. Itt kutya nagyapó. Segítsen, elromlott az autónk. Dani, autót kell mentenünk. Jippi! Jön a segítség! Jön a segítség! Nézzétek, megjött Dani és kutya nagyapó. Hurrá! Kutya nagyapó ért az autókhoz. Komoly a baj? Nem, csak a benzin fogyott ki. Mi
mit csináljunk? A műhelyemben van benzin. Elvontatlak titeket. Kutya nagyapó elvontatja Peppáékat a műhelyéhez. Feltölti az autót benzinnel. Köszönjük, kutya nagyapó! Megjöttek Suziék. Ők is autóval. Szia, Peppa! Szia, Suzi! Kifogyott a benzinünk, de kutya nagyapó segített. Hű, milyen izgalmas! Sziasztok! Sziasztok! Jaj, nem! Defektet kapott az egyik kerék. Kutya nagyapó tud rajtunk segíteni? Szerintem igen. Itt kutya nagyapó. Értem. Csak semmi pánik, bárány mama. Már is megyek. Jön a segítség! Én is jöhetek. Pattanj be, Peppa. Jön a segítség! Jön a segítség! Szia, Suzi! Eljöttünk segíteni. Hurrá! Kutya nagyapó felpumpálja a gumit. Köszönöm, kutya nagyapó! Megjött nagypapi és nagymami. Szép jó napot! Jó napot, nagypapi! Benzint szeretnél, vagy levegőt? Egyiket sem. Szeretnénk kipróbálni az új autómosót. Nagyszerű. Komputer irányítja. Hello, én vagyok a jövő autómosója. Oh! Először a szappanos víz, aztán az öblítés, végül a törlés. Sajnálom, üzemzavar. Ó, jaj, a komputer elromlott, nagypapi pedig bent rekedt. Tégy valamit, kutya nagyapó! A számítógép javításhoz nem értek. Az én apukám megjavította a komputerünket. Nem igazán megjavítottam, én csak... Helyes, akkor papa malac majd elintézi. Talán, ha egyszerűen kikapcsolom, és aztán újra be... Papa malac megjavította az autómosót. Kutya nagyapó jól tud kocsit javítani, de a mosót papa javította meg. Hajókázás. A kacsák a tavukban úszkálnak, jól érzik magukat. Itt jön Peppa, Zsoli, mama és papa. Sziasztok, kacsák! A kacsák éhesek. Sajnálom, kacsanéni, de ma nincs nálunk kenyér. Ám hozzunk valami sokkal klasszabbat. Peppa elhozta a játékhajóját. Zsoli is a sajátját. Húzzuk fel a hajót, Zsoli. Zsoli hajója felhúzható. Gyorsan, Zsoli! Tedd a tóba, mielőtt lejár a rugó. Zsolinak tetszik a hajója. Mama, az enyémet is felhúznád? A tiédet nem kell, Peppa. Peppa hajója vitorlás, a szél hajtja. Nem tetszik a hajóm. Nem is csinál semmit. Mert ma nem fúj a szél. Akkor segítünk neki. Teleszívom a tüdőm, és én fújom a hajódat. Hurrá! Jó gyorsan ment. Peppának tetszik a vitorlása. Itt jön Peppa barátja, Suzi. Sziasztok! Szia, Suzi! A hajóinkkal játszunk. Nekem motorcsónakom van. Felhúzható? Nem, elemmel megy. Suzi motorcsónakját elem hajtja. Remek kis motorcsónak. Bocsánat, kacsa néni. Itt jön Deni kutya, kutya nagyapóval.
Sziasztok! Szép napot! A nagyapám készítette ezt a kis gőzöst. A minden itt lenyűgöző. Hogy működik? Gőzhajtja. Ezzel a kallantyúval itt, ezzel kell bekapcsolni. Szenzációs kis gőzös. Jön Rebeka nyuszi a mamájával. Sziasztok! Szia, Rebeka! A hajóinkkal játszunk. Bár nekem is lenne. Rebeka nyuszinak nincs hajója. Van egy ötletem. Szerencsére elhoztam az újságomat. Egy lap elég is lesz. Melyiknél különözhető? A hírek, a sport, a divat. Ne a divat oldalt. Jó, legyen az üzleti hírek. Amikor kismalac voltam, összehajtogattam az újságot. Látod, így. Vajon mit csinál papa? Hogy papírhajót készítsek. Papa malac papírhajót készített. Köszönöm, Malac bácsi. Zsoli is papírhajót akar. A sportoldalt talán még feláldozhatom. Én is kaphatok egyet? Én is! Én is! Hát persze. Papa malac mindenkinek készít papírhajót. Versenyezzünk! Jó ötlet! Fújjuk át a papírhajókat a tavon. Mindenki vegyen egy nagy levegőt. Vigyázz! Kész! Fújd! Megvan a győztes! Kié is volt a sportoldal? A Zsoli hajója! Zsoli a győztes! Hurrá! Szeretem a hajókat! A legjobban a papírhajókat! Éli! Ideje hazatérni! Mindenki remekül szórakozott! Sziasztok! Sziasztok, kacsák! Hamarosan újra jövünk. A kacsáknak tetszettek a hajók, de örülnek, hogy a tó újra csak az övék. Lefekvés. Mindjárt itt a lefekvés ideje. Peppa és Zsoli most fejezik be a vacsorát. Papa malac. Ne haragudjatok, fáradt vagyok. Nehéz napom volt. Zsoli és én nem vagyunk álmosak. Játszhatunk a kertben. De mindjárt le kell feküdnötök. Játszhatnánk kint csak egy kicsit. Léci mama, léci papa. Rendben. De ha itt a fürdés, be kell jönnötök. Honnan van bennük ez a rengeteg energia? Peppa és Zsoli még játszanak egy kicsit lefekvés előtt. Nézd, Zsoli! Mennyi saras tócsa? Peppa és Zsoli cipőben vannak. Ugrálni fognak a saras tócsákban. Peppa imád saras tócsákban ugrálni. Zsoli is imád saras tócsákban ugrálni. Nézd, ez a világ legnagyobb tócsája. Milyen hatalmas tócsa. Peppa, Zsoli, fürdés! Papa, mama, megtaláltuk a világ legnagyobb tócsáját. Azt látom. Gyorsan, a kádba. Ó, nem játszhatnánk még egy kicsit. Nem, ideje fürödni. Te és Zsoli, álmosak vagytok? Nem, papa. Mi egy picit se vagyunk álmosak. Az lehet, hogy ők nem álmosak, én viszont igen. Én is. Lefekvés előtt Peppa és Zsoli megfürdenek. Peppa szeret pancsolni. Zsoli is szeret pancsolni. Mindketten szeretnek pancsolni. Elég a pancsolásból. Törölközés és jöhet a pizsama. Ó, nem maradhatunk még egy kicsit a kádban. A fürdésnek vége. Ideje fogat mosni. Lefekvés előtt Peppa és Zsoli fogat mosnak.
Rendben, elég lesz. Irány az ágy. Ó, ráfér a fogunkra még egy kis tisztogatás. Ha lefeküdtetek, papa olvas majd nektek mesét. Hurrá! Peppa és Zsoli szeretik a mesét. Lefekvéskor Peppa mindig a játékmackóját öleli magához. Lefekvéskor Zsoli mindig Dínó bácsit öleli magához. Most már végre álmosak vagytok? Nem, papa. Nagyon sok mesét szeretnénk. Papa egy mesét olvas. Melyik könyvet szeretnétek? A vörös majmosat. Rendben. Akkor a vörös majmosból olvasok. Peppa és Zsoli kedvence a vörös majmos könyv. Egyszer volt, hol nem volt. Elnézést, papa. Volt egyszer egy vörös majom. Ez a vörös majom megfürdött, fogat mosott, majd lefeküdt, és hamarosan el is aludt. Jó hét, vörös majom! Peppa és Zsoli alszanak. Jó hét, Peppa és Zsoli! Szép álmokat! Peppa és Zsoli alszanak, mama és papa pedig megy tévét nézni. Most pedig következik Burgonya nyomozó. Már alig vártam ezt a filmet. Burgonya nyomozó mindig mindenre készen áll. Gyorsan fut, magasra ugrik, sosem alszik. Peppa és Zsoli már alszanak, és úgy tűnik, hogy papa és mama is. Forgalmi dugó. Nagymami és nagypapi ebédre várja Peppáékat. Ástam még neked ki burgonyát. Ó, nagypapi, de hát van már elég burgonyánk. Burgonyából soha nem lehet elég. Jó, de gyorsan tedd a sütőbe, hamarosan megjönnek. Ho-ho, rengeteg időnk van, még csak 11 óra. Peppa és családja már elindult. Bár előbb indultunk volna, megint elkésünk. Ó, ne aggódj, mama! Rengeteg időnk van még. Amikor a nagy jéghoz megyünk, mindig el szoktunk késni. Ezúttal nem. Találtam egy új utat, ahol ki lehet kerülni a forgalmat. Ó, erre nem számítottam. Peppa és a család dugóban rekedtek. Nézzétek! Ott van Deni kutya és kutya nagyapó. Deni kutya és kutya nagyapó is dugóban rekedt. Szia, Peppa! Szia, Peppa! Ma a nagymamáikhoz megyünk ebédre, de el fogunk késni. Már egy óra késnek, szokás szerint. Hogy áll a burgonya? Úgy nézem rá, fér még egy kis sülés. Itt a nagymami. Szia, Nagyi! Forgalmi dugóba rekedtünk. Ne aggódj, mi is csúszunk. Nagypapi késésben van a burgonyával. Várunk titeket. Ó, szegények, dugóba rekedtek. Ezek szerint nem késő oda tenni még egy kis burgonyát. Nagypapi! Olyan lassan haladunk. Sose fogunk odaérni a nagy jéghoz. Peppának igaza van, másfelé kell mennünk. De hát nincs másik főút. Én tudok rövidebb utat. Viszlát mindenki! Rövidebb úton megyünk! Szia, Peppa! Sok szerencsét! Mama rövidebb úton megy, hogy kikerülje a dugót. Ám ez meglehetősen rázós. Ez írtóglasz! Biztos jó ez az út? Bíz bennem! Sziasztok, kacsák! Rövidebb úton megyünk! Nézzétek! Ott van a főút! Ügyes vagy, mama! De így is Deniék daruja mögött vagyunk! Sziasztok! Isten hozott! Ó, jaj! Mama rövidebb útja nem bizonyult gyorsabbnak. Remek! Az ebéd kész van! És ami a legfontosabb, a krumplival is elkészültünk.
Az ebéd kész van, de Peppáék még nem értek ide. Itt a nagypapi beszél. Már majdnem nálatok vagyunk. De itt a forgalom úgy halad, mint egy csiga. Mint egy nagyon-nagyon lassú csiga. Már majdnem itt vannak, de még a dugóban ülnek. Szegények. Ki fog hűlni az étel? Van egy ötletem. Már is hozom a talicskámat. Nagypapi vajon mit csinál? Nagymami! Pakold az ebédet a talicskába. Már is, nagypapi. Ha ők nem érnek ide ebédre, mi visszük el nekik az ebédet? Nézzétek! Nagypapiék hozzák az ebédünket talicskában. Halihó! Az ebéd tálalva van. És van annyi, hogy jusson Deninek és a kutya nagyapónak is. Jut belőle mindenkinek. Hurrá! Jó, hogy ilyen sokat megsütöttél, nagypapi. Ha-ha! A sült burgonyából soha nem elég. Újra hasznosítás. Bika bácsi a kukás most gyűjti be a szemetet. Kora reggel van, így igyekszik minél halkabban dolgozni. Ám óhatatlanul is nagy zajcsap. Peppa és Zsoli most reggeliznek. Mi ez a zaj? Ez Bika bácsi a kukás. Jó reggel, Bika bácsi! Szép jó reggelt, mennem kell. Össze kell szednem a szemetet. Viszlát! Viszlát! Bika bácsi kiürítette a kukánkat. Helyes, pakoljunk el az asztalról. Segíthetünk, mama? Igen, segíthettek. Ezt az üres üveget a szemetesbe dobom. Peppa, ne! Miért? Az üveg nem szemét. Azt újra lehet hasznosítani. Az mit jelent? Csak azt dobjuk a szemetes kukába, amit nem lehet újra hasznosítani. Amit újra fel lehet használni, azt ezekbe a dobozokba gyűjtjük. A pirosba mennek az újságok, a kékbe a konzervdobozok, a zöldbe pedig az üvegek. Peppa, nálad üveg van. Az melyikbe kerül? A zöldbe. Igen. Ez írtó klassz. Most Zsoli jön. Teszel újságot a pirosba? Zsoli újra akarja hasznosítani papa újságját. Várj egy kicsit, hát még nem is olvastam ki, Zsoli. Mindjárt megkapod. Na jó, tessék, Zsoli. Az újságot a pirosba, Zsoli. Most, hogy elég hulladékot összegyűjtöttünk, elvisszük az újrahasznosítóba. Menjünk, menjünk! Mama malac viszi az üvegeket. Peppa a konzervdobozokat. Zsoli az újságokat. Mindenki készen áll? Igen, papa malac! Akkor indulás! Megyünk, megyünk, hogy újra hasznosítsunk konzervet, üveget, újságot. Megyünk, megyünk, hogy újra hasznosítsunk. Ez Nyúl néni újra hasznosító telepe. Megjöttünk! Hurrá! Szép jó napot! Jó napot, Nyúl néni! Remélem, hasznos hulladékot hoztak. Úgy van! Nagyon helyes! Csak hajrá! Nyúl néni, mit csinál? Újra hasznosítja a régi rozsdás kocsikat. Hű! Ki tudja, hogy az üveg melyikbe megy? A zöldbe! Úgy van! A konzervdobozok pedig a kékbe. Ügyes vagy, Peppa!
Zsoli az újságokat akarja a tartályba dobni. Rendben, Zsoli. Te rakd be az újságokat. Helyes. Mára eleget újra hasznosítottunk. Igen. Menjünk haza. Ó, hova tűnt a kocsink? Peppáék kocsija eltűnt. Vigyázzatok! Nyúl néni újra hasznosítja Peppáék kocsiját. Áj! Az a mi kocsink! Mi? Igazán? Igen! A mi kocsink nem régi és rozsdás. Fel se tűnt. Annyira imádok újra hasznosítani. Igen, mi is. De azért a kocsinkat is szeretjük. Igen, és a kocsink is szeret minket, ugye? Úszás! Peppa és a család ma a strandon vannak. Papa malac úszónadrágban van. Mama malac fürdőruhában. Peppa is fürdőruhában. Siess már, Zsoli! Mindenki csak rád vár. Zsoli is felvette a fürdőruháját. Peppa, Zsoli, papa rátok adja a karúszókat. Tessék, Zsoli, az uszonyaidban felnőttnek látszol. Most az enyémet. Helyes, most már mehetünk a vízbe. Zsoli először jár a strandon. Először tedd az egyik lábad a vízbe. Most próbáld meg a másikat. Talán jobb, ha mind a két lábát egyszerre. Remek ötlet. Ügyes vagy, Zsoli, de nem kell annyira csapkodni. Megjött Rebeka kisöccsével, Richard Nyuszival. Szia, Rebeka! Sziasztok! Richard, kapaszkodj a deszkába, és gyakorold a lábtempókat. Zsoli, van kedved megpróbálni a lábtempót? Ügyesek vagytok, de ne fröcsköljetek! A nagy gyerekek nem fröcskölnek. Már ügyesen úszunk. Ha Zsoli és Richard nagyobbak lesznek, akkor ők is tudnak majd úszni, mint mi. Ugye, Rebeka? Igen. Ó! Richardnak van egy játék öntöző kannája. Hajd abba, Richard! Ó, jaj, Richard belejtette a kannát a medencébe. Sajnálom, Richard, nem érem el, annyira mélyen van. Mami! Én nem tudok víz alatt úszni. Hát pedig víz alatt még én sem tudok. Megfognád a szemüvegemet? Hurrá! Tessék! Ügyes voltál, papa. Nekem jól megy a víz alatti úszás. Az öntöző gyerekeknek való. Leugorhatunk a trambulíról. Sajnálom, Peppa, de az csak a felnőttek számára van. Fel a fejjel! Nézhetitek, ahogy én beugrom! Papikám, neked túl nagy a pocakod. Nem számít. Fiatal koromban ugróversenyeket nyertem. De hát az már régen volt, papa malac. Szerencse, hogy megőriztem a kondimat. Megfognád a szemüvegemet? Jobban láttok, ha oldalról néztek. Kérlek, ne fröcskölj le minket vízzel, papa! Hát persze, hogy nem fröcsköllek le, Peppa. Inkább a magasabbikról ugrok. Légy óvatos, papa malac. Igen, ne fröcskölj le minket, papa! Ne aggódj, Peppa! Ne fröcskölj le
minket, papa! Mondtam, hogy nem foglak. Jó volt. Ügyes voltál, papa. Nem kell nekem törülköző. Meg tudom én szárítani magamat. Papa malac mindenkit lefröcskölt vízzel. De papa... Elnézést kérek. A szemvizsgálat. Peppa és Zsoli Pedro pónival játszanak. Indulnak sarastócsákba ugrálni. Pedro elcsúszott és elvesztette a szemüvegét. Ne! Hol a szemüvegem? Pedro szemüveg nélkül nem lát jól. Zsoli megtalálta Pedro szemüvegét. Ne butáskodj, Zsoli! Tessék! Köszönöm! Pedro, miért hordasz szemüveget? Mert muszáj. Az optikus mondta. Mi az az optikus? Az én papám optikus. Ő ellenőrzi, hogy jól látsz-e. Hogyan? Belenéz a fejedbe. Szemvizsgálatot végez. Megvizsgálja a szemedet. Igen, vizsgáld meg a szemem. Rendben. Érdekes. Hunyd be az egyik szemed, és mondd meg, hogy mit látsz. Hogy mit látok? Zsolit. Most hunyd be mindkét szemed. Így nem látok semmit. Nem lát semmit. Rendkívül érdekes. Akkor neked szemüveg kell. Ó, igazán? Igen. Pedro! Indulás haza! Szia, Pedro! Nej! Sziasztok! Mama, nekem szemüveg kell. Micsoda? Pedro megvizsgálta a szemem, és rosszul látok. Nincs a szemednek semmi baja. De mama, amikor behúnytam a szemeimet, nem láttam semmit. De hát behúny szemmel senki nem lát semmit. Ó! Honnan veszed, hogy szemüvegkel? Pedro ért a szemüvegekhez. A papája optikus. Rendben. Akkor elviszünk szemvizsgálatra. Már mehetünk is. Zsoli, te is szeretnél szemvizsgálatot? Nem. Peppa a szemésznél van. Pony bácsi a szemész. Szia, Peppa! Ülj le szépen! És most miben segíthetek? Szemvizsgálatot szeretnék. Kérem. Rendben. Tedd fel ezt a szemüveget, aztán nézd ezt a táblát. Póni bácsi megvizsgálja Peppa szemét. El tudod olvasni a betűket? Rendben. A, B, C, D, E, F. Helyes! Most ezeket a számokat. Egy, kettő, három, négy, öt, hat. Nagyon jó. Végül ezeket a színeket. Piros, zöld, narancs, kék, sárga, lila. Kitűnő. Választ a szemüveget, amíg meg lesz az eredmény. Igen. Ezt hogy tetszik, Peppa? Nagyon vicces. Na és ez? Ez hogy tetszik? Ez túl nagy. Ez hogy tetszik? Hű, ez nagyon tetszik. Igen, csodásan nézel ki. Csodásan nézek ki. Jó hírem van. Peppa látása tökéletes. Tehát nem kell szemüveg. Nem. Pedig annyira szerettem volna. Ó, akkor esetleg hordhatsz napszemüveget. Igen, napszemüveg. Parancsolj. Fantasztikus. Remélem, minden nap sütni fog a nap, hogy mindig hordhassam a szemüvegem. Thank you.
nap. Az iskolában ma sportnap van. Peppa és barátai mind itt vannak. Az első versenyszám a futás. A gyerekek versenyt futnak. Szerintem én nyerek. Nagyon gyorsan tudok futni. Én gyorsabb vagyok nálad. Vigyázz! Kész! Rajt! Én 100 kilométeres sebességgel tudok futni. Én 1 millió kilométeressel. Peppa, Suzi, ne beszélhetek, fussatok! Ó! Oh. A versenyben Rebeka nyuszi vezet. Ajaj, Peppa és Suzi le vannak maradva. A győztes Rebeka nyuszi. Peppa és Suzi az utolsók. A futóverseny győztese Rebeka nyuszi. Hurrá! Hurrá! Köszönöm! Én győztem volna, ha nem tartasz fel, Suzi. Ugyan, Peppa. Ne feledd, nem a győzelem a fontos, hanem a részvétel. Értem, papa. A következő versenyszám a távolugrás. Zsoli és Richard versenyeznek, hogy ki tud messzebbre ugrani. Zsoli, rohanj, ahogy bírsz, aztán ugorj, amekkorát csak tudsz. Zsoli, vigyázz, kész, rajt! Zsoli akkorát ugrott, amekkorát csak bírt. Most pedig Richard nyuszi következik. Ha Richard nem fut neki, akkor nem ugrik messzire. Richard nyuszi, vigyázz, kész, rajt! Richard nyuszi messzebbre ugrott, mint Zsoli. És a győztes Richard nyuszi! Hurrá! Zsoli, ne feledd, nem a győzelem a fontos, hanem a részvétel. A következő versenyszám a váltó. Minden gyerek az egyik szülőjével fusson. Peppa, engem válasz, engem! De papa, te nem tudsz gyorsan futni. Kismalackoromban gyorsan futottam. De ma már nagy a pocakod. De ma is elérem a lábujjam. Majdnem. Rendben, papa, de aztán nagyon gyorsan kell futnod. Az első kört a mamák és a papák futják, aztán átadják a stafétát a gyerekeknek. Mamák és papák, vigyázz! Kész, rajt! Futamalac vezet. Gyerünk, papa! Köszönöm, papa! Most rajtam a sor, hogy megnyerjem. Peppa, ne beszélj, hanem fúss! Ó! És a győztes Emily elefánt. Ó, papa, én nem nyertem meg semmit. Ne aggódj, Peppa, egy verseny még hátra van. Most pedig következzék az utolsó versenyszám. A kötélhúzás. A fiúk a lányok ellen. Ha azt mondom, hogy húzd, teljes erőtökből húzzátok a kötelet. A lányok fognak győzni. Nem ők, hanem a fiúk győznek. Vigyázz! Kész! Húzz! Gyerünk, fiú! Rajta, húzzunk! Hajrá, lányok! Húzz! Tehát húzom! Mindenki olyan erősen húzza, hogy a kötél elszakad. A kötélhúzás eredménye döntetlen, tehát mindkét csapat győzött. Hurrá! Szeretem a sportnapot, különösen, amikor díjat is nyerek. Jótékonysági vásár. Ma esik az eső, és az iskola teteje beázik. Gyerekek! Jótékonysági vásárt rendezünk, és a bevételéből új tetőt csináltatunk az iskolának. Hurrá! Mindenkinek hoznia kell valamit a vásárra. Mit hozzunk? Hozhattok régi játékot, vagy bármit, amit már nem használtok. Miau.
A szülők megjöttek a gyerekekért. Indulás haza! Ne felejtjetek holnapra régi játékokat hozni a vásárra. Peppa játékot választ a vásárra. Peppa, választottál már? Elég egyet kiválasztani. Igen, és azzal segíthetsz új tetőt csináltatni. Jó, akkor szerintem legyen ő, Dino bácsi. Dino bácsi Zsoli kedvenc játéka. Peppa, Dino bácsit nem adhatod oda. Nem. 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 Hát jó. Bocs, Zsoli. Dino! Miért nem adod oda a régi krampuszodat? Jó. Most eljössz, papa. Mi? Mindenkinek be kell adni valamit. Én ezt a kalapot, Zsoli pedig ezt a labdát. Akkor papa mit adjon? Megvan, a tévét! A tévét ne! Nem, azt használjuk. Megvan! A büdös papucsát! Nem jó, túl büdös. Megvan, papa régi székét. De hát ez antik darab. Az mit jelent, hogy antik? Az, hogy valami régi, ezért értékes. De lomtalanításkor találtad. Nem ér semmit. Ha megjavítom, sokat fog érni. 1000 éve ezt mondott, papa. Megvan. Legyen ez a zokni, amit nagypapitól kaptam. Helyes. Azért jöttem, hogy elvigyem, amit felajánlotok a vásárra. Parancsoljon. Köszönöm. Szeretné ezt a régi széket is? Ó, ön igazán nagy lelkű. Viszlát! 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 Mama, odaadtad papa székét. Ssss, egy szót se, észre se veszi. Ma van a jótékonysági vásár. Szia! Csókolom, nyúlnéni. Peppa, hogy tetszik ez a szék? Elég ócska, de talán megfelel tüzelőnek. Az antik darab. Igazán? Papa szerint nagyon sok pénzt ér. Igazán? Akkor drágábban adom. Viszlát! Sziasztok! Szia, Peppa! Te mit hoztál, Suzy? Én az ápolónő jelmezemet. Én a papagájos léggömböm. Én a játék majmomat hoztam. Hiányozni fog a krampuszom. Megvehetném ezt a krampuszt? Én meg ezt az ápolónő jelmezt szeretném. Én a papagájos léggömböt. Mama, nézd, miket vettünk. A régi játékaitokat. Mert hiányoztak. Nézzétek, mit vettem, ez egy igazi antik szék. Ó, papa malac, az nem antik szék. De az, Nyúl néni mondta, és illik a régihez. Igen, papa, azért van, mert... Peppa. Mert ez a te régi széked. Mi? De hát Nyúl néni egy csomó pénzt kért el érte. Fantasztikus hírem van. Elegendő pénzt gyűjtöttünk össze az iskola új tetejére. Hurrá! Hurrá! Köszönöm, papa malac. Szíves örömest. Ködös nap. Peppa és Zsoli a játszótérre indulnak. Talán menjünk kocsival? Ne, sétáljunk. Nézd, alig egy ugrás. Közel van a játszótér. Rendben, sétáljunk. Indulás. Játszani megyünk. Ó, hová tűnt az ég? Ne félj, Peppa, ez csak köd. Mi ez a köd? Felhő, ami nem az égben van, hanem a talaj fölött. Nagyon sűrű. Nem látok semmit. Talán jobb lenne hazamenni. Igen, ma
Majd máskor megyünk ki a játszótérre. Ó! Túl sűrű a köd, úgyhogy haza kell menniük. Na igen, de merre van a haza? Eltévedtünk, papa. Ne félj, pontosan tudom, hol vagyunk. Erre! Ki tette ide ezt a fát? Papa neki ment egy fának. Nem esett bajot, papa? Nem hát, jól vagyok. Erre! Papa malac, tudod te, hogy merre mész? Hát persze, hogy tudom. Szerintem soha nem fogunk hazatalálni. Dehogy nem, Peppa. Már a kertünkben járunk. Ó, a kacsák! Hello, kacsa néni. Nem találjátok a tavat? Mi is eltévedtünk. Nem tévedtünk el. Tudom, hogy hol vagyunk. Viszlát, kacsák! Találjátok meg a tavat! Papa megtalálta a kacsák tavát. Ez szerencse! Igen, micsoda szerencse! Papa, kacsa néni köszönetet mond. Szívesen, kacsa néni! És most keressük meg a házunkat. Biztos, hogy erre van. Halló! Hallottatok valamit? Igen, valaki azt mondta, hogy... Halló! Nyuszi mama az Rebekával és Richarddal. Szia, Peppa! Eltévedtünk. Szia, Rebeka! Hát mi is? A játszótérre indultunk. Mi is? Ám sajnos túl sűrű a köd. Gyertek, menjünk haza, amíg a köd el nem oszlik. Papa, tudod, hogy hova mész? Igen, természetesen. Erre. Igen, papa malac. Aha, megtaláltam a dombunkat. Mindjárt hazaérünk. Hurrá! A házunknak pedig itt kellene lennie. Ó. Papa malac egy létrát talált. Ez különös. A mi kertünkben nincs létra. A terem buráját. Látod, hogy hol vagyunk, papa malac? Igen, látom. Papa, hol vagyunk? Nézd meg te is. Rendben. Hű. Hű. Újra látok mindent. A köd kezd eloszlani. A játszótéren vagyunk. Hurrá! Wii! A játszótéren vagyunk. A játszótéren vagyunk. Wii! Hinta! Palinta! Papa! Mama! A játszótéren vagyunk. Micsoda szerencse! Én azt hittem, hogy hazaindultunk. Én is. Talán tényleg eltévedtünk egy kicsit. Kutya nagyapó műhelye. Ez kutya nagyapó szerelőműhelye. Megjöttek Peppáék az autójukkal. Szia, Dani! Szia, Peppa! Miben segíthetünk? Van itt benzin, pumpa a gumikhoz, és egy vadonatúj automata kocsimosó. Két jégkrémet kérünk. Ó, már is? Kutya nagyapó műhelyében sok minden kapható, még jégkrém is. Köszönöm! Viszlát! Viszlát! Szeretem a kocsinkat. És a kocsink is minket, ugye? Ó, jaj, a kocsi leállt. Baj van, nem indul. Megvan. Felhívom kutya nagyapót. Itt kutya nagyapó. Segítsen, elromlott az autónk. Dani, autót kell mentenünk. Jippi! Jön a segítség! Jön a segítség! Nézzétek, megjött Dani és kutya nagyapó. Hurrá! Kutya nagyapó ért az autókhoz.
Komoly a baj? Nem, csak a benzin fogyott ki. Mit csináljunk? A műhelyemben van benzin. Elvontatlak titeket. Kutya nagyapó elvontatja Peppájékat a műhelyéhez. Feltölti az autót benzinnel. Köszönjük, kutya nagyapó! Megjöttek Suziék. Ők is autóval. Szia, Peppa! Szia, Suzi! Kifogyott a benzinünk, de kutya nagyapó segített. Hű, milyen izgalmas! Sziasztok! Sziasztok! Jaj, nem! Defektet kapott az egyik kerék. Kutya nagyapó tud rajtuk segíteni? Szerintem igen. Itt kutya nagyapó. Értem. Csak semmi pánik, bárány mama. Már is megyek. Jön a segítség! Én is jöhetek. Pattanj be, Peppa. Jön a segítség! Jön a segítség! Szia, Suzi! Eljöttünk segíteni. Hurrá! Kutya nagyapó felpumpálja a gumit. Köszönöm, kutya nagyapó! Megjött nagypapi és nagymami. Szép jó napot! Jó napot, nagypapi! Benzint szeretnél, vagy levegőt? Egyiket sem! Szeretnénk kipróbálni az új autómosót! Nagyszerű! Komputer irányítja! Hello! Én vagyok a jövő autómosója! Először a szappanos víz, aztán az öblítés, végül a törlés. Sajnálom, üzemzavar. Ó, jaj, a komputer elromlott, nagypapi pedig bent rekedt. Tégy valamit, kutya nagyapó! A számítógép javításhoz nem értek. Az én apukám megjavította a komputerünket. Nem igazán megjavítottam, én csak... Helyes, akkor papa malac majd elintézi. Talán, ha egyszerűen kikapcsolom, és aztán újra be... Papa malac megjavította az autómosót. Kutya nagyapó jól tud kocsit javítani, de a mosót papa javította meg. Hajókezes. A kacsák a tavukban úszkálnak, jól érzik magukat. Itt jön Peppa, Zsoli, mama és papa. Sziasztok, kacsák! A kacsák éhesek. Sajnálom, kacsanéni, de ma nincs nálunk kenyér. Ám hozzunk valami sokkal klasszabbat. Peppa elhozta a játékhajóját. Zsoli is a sajátját. Húzzuk fel a hajót, Zsoli. Zsoli hajója felhúzható. Gyorsan, Zsoli! Tedd a tóba, mielőtt lejár a rugó. Zsolinak tetszik a hajója. Mama, az enyémet is felhúznád? A tiédet nem kell, Peppa. Peppa hajója vitorlás, a szél hajtja. Nem tetszik a hajóm. Nem is csinál semmit. Mert ma nem fúj a szél. Akkor segítünk neki. Teleszívom a tüdőm, és én fújom a hajódat. Hurrá! Jó gyorsan ment. Peppának tetszik a vitorlása. Itt jön Peppa barátja, Suzi. Sziasztok! Szia, Suzi! A hajóinkkal játszunk. Nekem motorcsónakom van. Felhúzható? Nem, elemmel megy. Suzi motorcsónakját elem hajtja. Remek kis motorcsónak. Bocsánat, kacsa néni.
Itt jön Deni kutya kutya nagyapóval. Sziasztok! Szép Sziasztok! Napot! A nagyapám készítette ezt a kisgőzöst. A mindenit lenyűgöző. Hogy működik? Gőzhajtja. Ezzel a kallantyúval itt, ezzel kell bekapcsolni. Szenzációs kis gőzös. Jön Rebek anyuszi a mamájával. Sziasztok! Szia, Rebeka! A hajóinkkal játszunk. Bár nekem is lenne. Rebek anyuszinak nincs hajója. Van egy ötletem. Szerencsére elhoztam az újságomat. Egy lap elég is lesz. Melyiknél különözhető? A híre, a sport, a divat. Ne a divat oldalt. Jó, legyen az üzleti hírek. Amikor kismalac voltam, összehajtogattam az újságot. Látod, így. Vajon mit csinál papa? Hogy papírhajót készítsek. Papa malac papírhajót készített. Köszönöm, Malac bácsi. Zsoli is papírhajót akar. A sportoldalt talán még feláldozhatom. Én is kaphatok egyet? Én is! Én is! Hát persze. Papa malac mindenkinek készít papírhajót. Versenyezzünk! Jó ötlet! Fújjuk át a papírhajókat a tavon. Mindenki vegyen egy nagy levegőt. Vigyázz! Kész! Fújd! Megvan a győztes! Kié is volt a sportoldal? A Zsoli hajója! Zsoli a győztes! Hurrá! Szeretem a hajókat! A legjobban a papírhajókat! Én is! Ideje hazatérni! Mindenki remekül szórakozott! Sziasztok! Sziasztok, kacsák! Hamarosan újra jövünk! A kacsáknak tetszettek a hajók, de örülnek, hogy a tó újra csak az övék.